Nyíregyháza szerezte az első kosarat, a második perc végén azonban már a Szeged vezetett. Az első negyedet 3 ponttal nyerték a vendégek, és a második 10 percben újabb 2 pontot tettek hozzá előnyükhöz a tiszapartiak. Fordulás után folytatódott az üldözőverseny, a cápák a 27. percben érték utol ellenfelüket. A Szeged azonban visszavette a vezetést, a záró negyedben felváltva estek a kosarak. A végjáték a hazaiaknak sikerült jobban, így Pető Ákos együttesen megszerezte 9. bajnoki győzelmét. Szeged nagyon jól kezdett, és mondhatnánk, hogy extra dobásokat dobott be, de ők egy ilyen jó dobókészségű csapat, tehát ez igazából nem is volt, úgy gondolom, hogy tőlük extra. Érződött rajtunk azért a válogatott szünet alatti kihagyás, tehát lassan kezdtük a mérkőzést, de úgy gondolom, hogy nagyon jó egyéni teljesítményekkel, ott Ritis az elején nagyon megtolta a csapatot, úgy gondolom. És külön ki kell emelnem Mokánszki Mátét és Alonso Coleman-t, hiszen Mokánszki Máté az első fél időben, Zó Coleman pedig a második fél időben adott egy olyan stabilitást a csapatnak védekezésben, és olyan momentumok voltak, amivel meg tudtuk fordítani a mérkőzést. Gratulálok a Szegednek, mert nagyon tényleg egy labdás mérkőzés volt, tehát bármelyik irányba eldőhetett volna, és szeretném megköszönni a közönségünknek a szurkolást. A vendégek edzője érthetően bosszus volt az elrontott végjáték miatt. Az első fél időben se voltunk igazán jó ritmusba, de ott a védekezésünk jól működött, jobban, és ennek köszönhetően pár pontos előny volt a fél időben. Kicsit hasonló mérkőzés volt szerintem, mint a szegedi, ahol a Nyíregyháza alakíthatott volna ki nagyobb előnyt a Szegeden, itt pedig én úgy gondolom, hogy mi alakíthattunk volna ki egy kicsit nagyobb előnyt, de lényegtelen ez a része. A második fél időben elvesztettük támadásba a ritmust, sajnos azt gondolom, hogy följavult a Nyíregyháza támadójátéka is, ez okozta a vereségünket, sajnálom, hogy kikaptunk, szerintem jó mérkőzés volt, összességében egy labdás meccs volt, de hát ez most így alakult. A forduló további eredményei a következők: Kaposvár Szolnok 75-80, Zalaegerszeg Albafehérvár 73-83, Szombathely Kecskemét 97-76, Körmend Sopron 84-77, Pécs Oroszlány 61-71 és Debrecen Atomerőmérsek 90-82. A tabella élén a Szombathely áll 21 győzelemmel, a Nyíregyháza 9 győzelemmel és 15 vereséggel a 11. helyen várja szombati paksi vendégjátékát.